Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Hétértékelő létszámstopot rendelt el Szekszárd polgármester az önkormányzati cégeknél. Oktatási intézmények bezárása, egyre több a fertőzött az iskolákban. Gázrobbanással fenyegetőzött, majd öngyilkos akart lenni az ex-rendőr, családi dráma miatt omlott össze a kaposszegcsői férfi. Drogkereskedőt tartóztattak le, 11 tő kanabiszt foglalt le a rendőrség a szekszárdi férfitől. Létszámstoppot hirdetett a szekszárdi polgármester az önkormányzati cégeknél, visszavonja a nemrégiben az Én Szekszárd által meghozott egyik döntést, és megoldódhat a Baka István általános iskola felújításának problémája. Ezekről beszélt Ács Ezső szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóján. A polgármester azt is elmondta, hogy mindent megtesz a nyertes pályázatok felgyorsítása érdekében. Koronavírus.szekszárd.hu. Itt minden információt megtalálhatnak az érdeklődők a megyeszékhelyen éppen aktuális koronavírus helyzetről, valamint az ezzel kapcsolatban hozott intézkedésekről. A covid19@szekszárd.hu e-mail címre pedig várják a lakosság kérdéseit és visszajelzéseit a témával kapcsolatban. Erről beszélt szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóján Ács Rezső. A polgármester azt mondta, hogy nem csak Szekszárd, de egész Tolna megye jól szerepelt az első hullám alatt, és szeretnék, ha ez megmaradna. Többek között ezért is tették kötelezővé a közterületeken való maszkviselést, úgy, ahogy a legtöbb magyarországi megyeszékhelyen. Eddig 5 rendeletet és 3 közgyűlési döntést hozott meg a polgármester, de minden alkalommal kikérte a közgyűlésben lévő 2 frakció véleményét is. Előkészítés alatt van viszont a közgyűlés által legutóbb meghozott egyik döntés visszavonása. Az Én Szekszárd frakció megszavazta, hogy a házasságkötésekkor az anyakönyvvezetőnek járó díj összege 2,5-szeresére, szertartásonként 10 000-ről 25 000 forintra emelkedjen, ezzel megnehezítve a házasulandók helyzetét. A kormány intézkedései is arról szólnak, hogy a családok terhei csökkentse, minél inkább ösztönözze a házasságkötések számát, mi ezt szeretnénk segíteni és támogatni. Ennek egyik lehetséges eszköze lehet az, hogy most közülési döntés értelmében csökkentsük majd a díjakat, és ezzel elősegítsük a házasságkötések számát. A polgármester azt is nagyon fontosnak tartja, hogy azokat az ügyvédi megbízásokat megszüntesse, amik nem szolgálják a védekezés vagy a város jelenlegi helyzetének érdekeit. Ezek elsősorban szegedi, pécsi és budapesti ügyvédi irodák, amik az önkormányzati cégek átvilágítását végzik, több millió forintos kiadást okozva ezzel a városnak. Ezeket a vizsgálatokat az Én Szekszárd frakció kezdeményezte. A polgármester szerint most minden fillérre szüksége van a városnak a hatékony védekezéshez. Éppen ezért létszámstoppot hirdetett hétfőn az önkormányzati cégeknél. Azt az utasítás adom mai napon az önkormányzati cégeknek, hogy új munkavállaló felvételére nem lesz lehetőség. A megüresedő álláshelyeket zárulniuk kell, és ezzel is csökkentjük a költségeiket, hiszen nem csak azt szolgáljuk ezzel, hogy a szekszárdiak megfelelő állójusanak különböző szolgáltatásokhoz, hanem ezen cégek túlélését is segítjük. A polgármester azt is elmondta, hogy a rendkívüli jogrend ideje alatt tervezi a Modern Városok program részeként megvalósuló pályázatok felgyorsítását is. A héten Gyopáros Alpár kormánybiztossal tárgyal majd ez ügyben. Ez érinti a tervezett szállodát, a rekreációs központot, a sportcsarnokot és a tudásközpontot is. A toppos pályázatok ügyében is hasonlóan jár majd el a megyeszékhely vezetője. Szeretné, ha minden beadott és megnyert pályázat meg tudna valósulni. Így van ez a Baka István általános iskola felújításával kapcsolatban is. Az lenne a javaslatunk, hogy a digitális képzés miatt megüresedő középiskolai épületek esetleg használhatók lennének a képzés szempontjából, így a Baka iskolából ki tudnánk esetleg költözhetni valamennyi gyereket. Más intézményekben zajlana a képzés, az alatt, amíg ez a digitális képzés zajlik, és teljes egészében rá tudnak adni a munkaterületet a kivitelezőnek. A projekt kivitelezője azt mondta, hogy így néhány hónap alatt a munka 70%-át el tudná végezni. A döntést a szekszárdi tankerület hozza majd meg egy a napokban történő egyeztetés után.
Hétfő reggelre átlépte a 2000 főt azoknak a száma, akik Tolna megyében a járvány kezdete óta fertőződtek meg koronavírussal. A vasárnapi 1976-ról ugyanis a hét első napjára 2026-ra nőtt a betegek száma az országnak ezen a részén. Egyébként az országban már nincs olyan megye, ahol 2000-nél kevesebb fertőzöttet találtak április óta. Az országban jelenleg 147.456 koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván. Rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az oktatási hivatal a Tolnai Vosinszky Mór általános iskola felső tagozatában. Az intézményben több tanító is elkapta a koronavírust. Gerzsely Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója azt mondja, az elmúlt két hétben jelentősen növekedett a fertőzött diákok és pedagógusok száma. Sió Agárdon a polgármester döntött úgy, hogy bezárják a település óvodáját és bölcsödéjét, Bátán pedig az óvoda intézményvezetője fertőződött meg. Bezárta kapuit a Tolnai Vosinszky Mór általános iskola felső tagozata. Az iskolában rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az oktatási hivatal. A 8 osztályban összesen 203 diák tanul, az iskolában több tanító is elkapta a koronavírust. Az intézmény vezetője úgy fogalmazott, ellehetetlenült a nevelés és az oktatás biztosítása. 4 kollégánknak lett a COVID-19 tesztje pozitív, és további 7 kollégát teszteltek. Az ő eredményeire várunk most. Ezért szükségessé vált, hogy 2020. november 16-tól 20-áig rendkívüli tanítási szünetet rendeljünk el. Bár a Tolnai iskolához hasonló több eset egyelőre nem történt, Gerzsely Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója azt mondja, az elmúlt két hétben jelentősen növekedett a fertőzött diákok és pedagógusok száma. Ugyanis az őszi szünet utáni első tanítási napon 9 fertőzött pedagógus és 8 fertőzött diák volt az intézményekben, és 3 osztályban volt tantermen kívüli digitális oktatás. Ez a szám mostanra jelentős mértékben megnőtt. Jelen pillanatban 43 fertőzött pedagógusunk van, aki otthon van, 31 néhány diák, és 21 osztály számára rendelt el az operatív törzs tantermen kívüli digitális oktatást. Tolnán pedig 8 osztály számára az oktatási hivatal rendelte rendkívüli szünetet. A szekszárdi DNS Valéria általános iskola igazgatóját telefonon értük el. Ő azt mondta, náluk egy osztály karanténban van, mert az egyik gyerek elkapta a koronavírust, de dolgozójuk is van, aki igazoltan fertőzött. Sió Agárdon pedig november elején döntött úgy a település polgármestere, hogy bezárják a helyi óvodát és bölcsödét, mert egy dajka elkapta a koronavírust. Ugyanezekben a napokban Bátán is bezárt az óvoda, ott az intézmény vezetője fertőződött meg. Majd miután minden dolgozót leteszteltek, kiderült, hogy szinte valamennyi munkavállaló koronavírusos. Csak versenyszerűen sportolók látogathatják Dombováron az úszodát, a város több részén pedig kötelező szájmaszkot hordani. Pintér Szilárd polgármester több a járvány lassítását célzó intézkedést is hozott az elmúlt napokban. Hasonlóan a többi 10 000 fő feletti településhez Dombováron is rendkívüli intézkedéseket hozott a polgármester a járvány lassítása érdekében. Például bezártak a kulturális intézmények, és a város több pontján kötelező lett a maszk használat. A kötelező maszk használat a buszpályaudvarra, buszmegállókra, vasúti pályaudvarra terjed ki alapvetően. Ezen túlmenően a városi piacon is kötelező a maszk használata. Közoktatási és köznevelési intézményünk 25 méteres körzetében szintén kötelező a maszk használata. A könyvtárból viszont hétfő óta már online lehet kölcsönözni. Az úszoda és a helyi sportcentrum pedig egyelőre csak korlátozottan látogatható, vagyis ezeket a létesítményeket csak a versenyszerűen sportolók, és csak délután 2 és este 7:30 között használhatják. Megkértem az egyesületek vezetőit, hogy 19:30-kor mindennemű jelzést fejezzenek be, hogy a sportcentrumban dolgozó, illetve úszodában dolgozó kollégáim is szintén haza tudjanak érni 8 órára a kijárási tilalom megkezdéséig. Dombováron a polgármester a kutyafuttatók használatát egyelőre nem korlátozta. Azok továbbra is szabadon látogathatóak, szájmaszk használata nélkül is. Kiemelten ellenőrzik a piacokat és a köztéri árusítókat az adóhatóság munkatársai ezen a héten. A revizorok elsősorban a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árukészletek eredetét, valamint a helyes pénztárgép használatot vizsgálják majd. A NAV ellenőrzéseire elsősorban Szekszárdon, Pakson, Bonyhádon, Bátaszéken és Tamásiban kell számítani.
Gázrobbantással fenyegetőzött, majd néhány perc alatt négyszer is meg akarta magát ölni egy ex-rendőr kaposszekcsőn. Végül a terror elhárítási központ munkatársai fogták el a férfit. Az eset még tavaly télen történt, az ügy most került a bíróság elé. A robbantással fenyegetőző férfi mindent beismert. Azt mondta, biztos volt abban, hogy a felesége megcsalja őt, ezért követte el a tettét. Ebben a kaposszekcsői házban élt a volt rendőr a feleségével és két közös gyermekükkel együtt. A nő és a férfi viszonya már régen megromlott. Azon a napon, amikor a családfő gázrobbantással kezdett fenyegetőzni, egy féltékenységből adódó vita zajlott a szülők között. Az ex-rendőr eközben egyszer csak elvágta a házban levő egyik gázcsövet, majd a kiáramló anyagot meg is gyújtotta, kisebb robbanást előidézve. A környéken lakók közül többen az utcáról figyelték a történteket. Ide jöttem. És akkor nézem, hát ott van az Pista. A kezébe így durunk, azt a két ablakot kinyomta. És utána meg dobott valamit ki. Egy másik szemtanú a telefonjával készített videókat. Ezeken a képeken már látszik, hogy a tűzoltók, a mentők, valamint a rendőrök mellett a TEK munkatársai is a helyszínre érkeztek. A szemtanú négy lövést hallott. Ezt követően látta, hogy a néhány perce még őrjöngő férfit hordágyon vitték ki az épületből. Itt állt a mesterlövész, és ugye nem akart kijönni az úriember a házból, és elkábították, négy nyugtató löveréket adtak rá. Vádlottat vádolom, a BTK 322. szakasz első bekezdésébe ütköző, és azt szerint minősülő és büntetendő közveszélyokozás büntettével. A robbantással fenyegetőző férfi korábbi vallomását most az előkészítő ülésen a bíró olvasta fel. Ebből kiderült, hogy a volt rendőr az eset történtekor néhány perc alatt négyszer is megpróbált öngyilkos lenni. Először kés dugott az egyik fali konnektorba, de az nem rázta meg. Ezt követően próbált gázrobbanást előidézni, de csak az arca perzselődött meg. Harmadik alkalommal fel akarta magát akasztani, de elszakadt a kábel, amivel próbálkozott. Végül az ereit akarta felvágni, ekkor pedig a kés törött el. Na ez volt az a pont, amikor úgy gondoltam, hogy most aztán befejezem ezt az egészet, mivel négy próbálkozás után sem sikerült meghalnom. Gondoltam, majd a TEK megoldja ezt az egészet, és megint vártam. Majd több emberrel is beszédbe elegyedtem, de aztán egyszer csak betörtek a tekesek, és elfogtak engem, de akkor már untam az egészet, és nem tanúsítottam ellenállást. A férfi mindent bevallott, mivel az ügyész vádolja. Az ügyben mégsem született ítélet, mert a bíró szerint indokolt egy pszichológus szakértőt is meghallgatni, hogy kiderüljön, a gázrobbantással fenyegető ex-rendőr mentálisan milyen állapotban volt az elkövetés idején. Műanyag vízelvezető csőbe szorult egy nő lába Mágocson péntek kora este. A bajba jutott asszony bármennyire is próbálkozott, nem tudott szabadulni a szorult helyzetből, ezért a tűzoltóktól kért segítséget. A lánglovagok végül roncsvágóval és orrfűrésszel szabadították ki, majd a könnyebb sérülést szenvedett nőt átadták a mentősöknek. 11 tő kannabiszt és annak termesztéséhez szükséges eszközöket foglaltak le a rendőrök egy szekszárdi férfi tanyáján. Az egyenruhásoknak információjuk volt arról, hogy hol érdemes a drogot keresniük. A 37 éves gyanúsított elismerte a bűncselekmény elkövetését. Ezen a felvételen jól felismerhető a több tő kannabisz és annak termesztéséhez szükséges eszközök. A rendőröknek információjuk volt arról, hogy egy férfi szekszárdi tanyájában kábítószer előállításához alkalmas növényeket termeszt. November 12-én tartottak a férfi tanyáján kutatást és helyszíni szemlét a szekszárdi rendőrkapitányság nyomozói, akik a kutatás során 11 tő kannabisz növényt találtak, valamint a kábítószer termesztéséhez használatos eszközöket, lámpákat, szellőztető berendezést és sátrakat. A fotókon jól látható, hogy a gyanúsított sok pénzt fektetett a termesztésbe. Fényvisszaverő sátor, különleges lámpák, ventilátorok és dizájncsomagolás a kábítószereknek. A képeket a rendőrség készítette. A 37 éves férfit elfogták, és gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklása büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A 37 éves szekszárdi férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését. Az eset körülményeit továbbiakban a szekszárdi rendőrfőkapitányságon vizsgálják. Regionális híreink következnek. Iparűzési adó, az önkormányzatok fenntartását kockáztatnák. Itt és most nemzetközi online üzletember találkozó, segít a Baranyai Iparkamara a vállalkozásoknak. Csak speciális helyzetben lévő hallgatók maradhatnak, kiürítik a felsőoktatási kollégiumokat.
Az önkormányzatok nem támogatják Parrag László javaslatát, a kereskedelmi és iparkamara egy évre felfüggeszteni az iparőzési adót. A cél az lenne, hogy a KKV szektor életben maradjon. Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke szerint a javaslat működésképtelenné tenni az önkormányzatokat, hiszen az éves bevételek felét éppen az iparőzési adó teszi ki. Parrag László még vasárnap délelőtt folytatott megbeszélést Orbán Viktor miniszterelnökkel és Rogán Antal miniszterrel, amelyen két javaslatot tett. Az egyik a társasági nyereségadó 10-ről 5%-ra csökkentése, míg a másik az iparűzési adó egy évre való felfüggesztése volt. Ez utóbbi, ha bevezetésre kerülne, igen érzékenyen érinteni az önkormányzatokat, fogalmazott Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, a hírre reagálva. Ez az önkormányzatok működését finanszírozza, tehát ez nem arra van, hogy a vállalkozók befizetnek iparizési adót, és akkor ebből mindenki beruház. Nem így van. 1000 milliárd forintot szedünk be összesen, ezt nagyjából 300 település szedi be, és ennek egy jelentős részét, a 80%-át ezek a települések üzemeltetésre fordítják. Tehát ez a orvosi ügyelet, műfázak, könyvtárak, óvoda, bölcsöde, település üzemeltetés, minden ilyesmi. Az önkormányzati szektor 2000 milliárd forintot költ működtetésre, ennek felét az iparűzési adóbevételekből fedezik az önkormányzatok. A másik felét teszik csak ki az állami finanszírozások és a saját bevételek. Éppen ezért hangsúlyozza Schmidt Jenő, ezen adóbevétel felfüggesztése akár csak egy évre is beláthatatlan következményekkel bírna az önkormányzati szektorban. Március 15-e után megállna az élet Magyarországon önkormányzati szempontból. Az első adótömeg, amikor nem érkezne meg, utána szépen lassan kifutóba, kinek mennyi tartaléka van, elkölteni közvilágítást erre, arra, amara, és szép lassan, fokozatosan megállna minden, mert teljesen forráshiányos lenne az önkormányzati szektor. Úgyhogy, de hát ezt valakinek, aki ki kéne pótolni, ez pedig a magyar államháztartás lenne, és én azt látom, hogy nincs abban a helyzetben, hogy ezt kipótolja. Orbán Viktor miniszterelnök azt kérte Parrag Lászlótól a megbeszélést követően, hogy a következő hetekben, hónapokban legyen szorosabb az együttműködés a kormányzattal, annak érdekében, hogy megfelelően tudják segíteni a kis- és középvállalkozásokat. Arra kérte a kamara elnökét, dolgozzanak ki konkrét javaslatokat a gazdasági intézkedések meghozatalához. Hogyan találjanak üzleti partnert a baranyai vállalkozások a koronavírus járvány idején, hogyan léphetnek kapcsolatba külföldi cégekkel, akár magyar nyelven, tudják-e pótolni azokat a beszállítókat, akiknek a termékei nem jutnak el hozzájuk a Covid miatt? Ezekre a kérdésekre kínál megoldást a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében működő Itt és Most néven futó weboldal. Ezen regisztrálva ingyenesen csatlakozhatnak ahhoz az adatbázishoz, ahol lehetséges együttműködő partnereket találhatnak a helyi cégek, de akár üzleti tárgyalásokat is folytathatnak ezen a felületen. Eddig minden októberben megtartották az Open for Business nemzetközi üzletember találkozót a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál 2006 óta. Idén azonban új megoldást kellett találniuk a vírus helyzet miatt, mondja a kamara munkatársa. Ezért elindították az Itt és Most weboldalt a Baranyai Iparkamara szervezésében. Ez a platform arra szolgál, hogyha valakinek a megszakadt beszállítói lánca vagy fejlesztett egy terméket, és a disztribútora ugye már nem tud abba az adott országba a termékkel foglalkozni, mert ki se tudja mondjuk szállítani, tehát itt azért voltak határlezárások, különféle logisztikai problémák, szállítmányozási problémák, tehát bármilyen problémája van egy vállalkozónak az eddigi tevékenységével kapcsolatban, a partnereikkel, új partnereikkel, keres, piackutatást akar végezni. Most ezt megteheti ezen a platformon. Ráadásul magyar nyelven folyhat tárgyalás az oldalon. Ez év végéig él az Itt és Most nemzetközi online üzletember találkozó. Schmidt Enikő azt mondja, a vállalkozóktól olyan jelzések jöttek, hogy a Covid miatt beszállítói láncok szakadtak meg, a messziről érkezett termékek nem jutottak el sokakhoz. Ezért a vállalkozások közelebbi partnereket akarnak találni, hogy folytathassák tevékenységüket. Ebben segít többek között a Pécs Baranyai Iparkamara szervezésében indult oldal.
Szinte minden pécsi egyetemista elhagyta a kollégiumát a kormányzati döntéseknek megfelelően. Jelenleg kizárólag külföld és határon túli magyar hallgatók tartózkodhatnak a diákszállókon, valamint azok, akiknek különleges rektori méltányossági kérelmét elfogadták. A Baranyai megyeszékhelyen COVID elkülönítő helyiségeket is kialakítottak, de a teszt pozitív egyetemistákat is külön intézményekben szállásolják el, amennyiben lesz ilyen eset. A felsőoktatási kollégiumokat is be kell zárni a kormány döntése értelmében. A szabályozás minden magyarországi egyetemre vonatkozik, így a pécsire is. Mint azt a kollégiumi központ igazgatójától megtudtuk, a legtöbb hallgató már a hivatalos rendelet előtt kiköltözött szállásáról, ők most visszamenőleg jelentkeznek ki az intézményekből. Kresák Gergely kiemelte, a külföldi és a határon túli magyar egyetemisták maradhatnak a kollégiumokban, valamint azok, akiknek különleges rektori méltányossági kérelmüket elfogadták. Annyiban eltér a jelenlegi állapot attól, ami a tavaszi kiköltöztetéskor történt, hogy jelen pillanatban egy rövidebb kiköltözésre készülünk föl, hiszen a tanévnek nagyjából még az elején vagyunk, és elkülönítőket természetesen tartunk fönt. Szintén egy ágazati ajánlás alapján az összes férőhelyünknek az 5%-a COVID elkülönítésben van, illetve vannak tesztpozitív hallgatók számára külön elkülönítő helyek jelen pillanatban. Az igazgató kiemelte, az elmúlt 4 napban szinte minden olyan egyetemista kiköltözött a kollégiumokból, akik nem tartoznak a kivételek közé. Hozzátette, a PTE telephelyein működő diákszállók több mint 3000 férőhelyesek, ezeknek kevesebb mint felét használják a most itt maradt hallgatók. A kollégiumok elhagyása egyébként nyugodt hangulatban zajlott a tapasztalatok szerint, a következő időszakban pedig már nem fogadhatnak új kollégistákat, de kereskedelmi szálláshelyként sem üzemelhetnek az intézmények. Bezárt a vár, a művelődési ház és a könyvtár is Siklóson. Az idősek klubja ajtajára is lakat került, de az ebédszállítást biztosítják. Az általános iskolák egyelőre nyitva vannak, de mivel a Dózsa-György utcai óvoda 2 pedagógusának pozitív lett a koronavírus tesztje, 2 csoport került karanténba. Folyamatos a fertőtlenítés, ingyenes a parkolás, valamint Régül Gábor polgármester fontos ajánlást fogalmazott meg a közterületi maszkviseléssel kapcsolatban. A kormányzati döntésnek megfelelően a koronavírus járvány második hullámában ismét be kellett zárni a város emblematikus épületét, a Siklósi várat és a hozzá kapcsolódó közművelődési intézményeket. Lakat került például a Siklósi könyvtár ajtajára is, melyet a korábbi helyi döntések értelmében a városvezetés igyekezett nyitva tartani. A legveszélyeztetettebb korosztály védelme érdekében pedig bezárt a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozó idősek klubja is. Van még egy kapcsolódó szolgáltatásunk, ez az étkeztetéshez kapcsolódó szolgáltatás, hasonlóképpen az első hullámban történő leálláshoz és szolgáltatáshoz itt ugyanazt a metodikát követjük, gyakorlatilag nem engedünk be senkit az épületbe, és azt a 80-90 adag ételt az időseknek és a rászorulóknak házhoz visszük, ezt leszerveztük gyakorlatilag személygépjárművekkel a kollégáink kiuttatják ezt a 80-90 adagot minden nap azoknak, akik ezt igénylik, illetve rászorultak. Az általános iskolák nyitva vannak, de mivel a Dózsa-György utcai óvoda 2 pedagógusának pozitív lett a koronavírus tesztje, 2 csoport került karanténba november 12-ével. A városban a fizető parkolás jelenleg szünetel. Gyakorlatilag ingyenessé vált a parkolórendszer Siklóson, Siklós területén is, úgyhogy ezt is működtetjük, és vannak olyan mindennapi feladataink, amelyeket természetesen nem állítottuk le, sőt, sokkal nagyobb odafigyeléssel és nagyobb energiaráfordítással végzünk, ilyen például a közterületeinknek az általános fertőtlenítése, ezeket folyamatosan végzik a városgondnokság kollégái nagy odafigyeléssel. A kormány a 10 000 főnél több lakost jegyző városok polgármestereinek megadta azt a lehetőséget, hogy meghatározzák, hol kötelező maszkot viselni városaik belterületén. A csökkenő lakosság számú Siklóson erre nincs felhatalmazása a városvezetőnek, azonban Régül Gábor fontos ajánlásokat fogalmazott meg. A polgármester arra kér mindenkit, hogy a nagyobb forgalmú közterületeken, így például a piacon és a központi állomás mellett a buszmegállókban lehetőség szerint viseljenek szájat és orrot takaró maszkot. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. 7 értékelő létszámstopot rendelt el Szekszárd polgármester az önkormányzati cégeknél. Oktatási intézmények bezárása, egyre több a fertőzött az iskolákban.
Gázrobbanással fenyegetőzött, majd öngyilkos akart lenni az ex-rendőr, családi dráma miatt omlott össze a kaposszekcsői férfi. Drogkereskedőt tartóztattak le, 11 tő kanabiszt foglalt le a rendőrség a szexádi férfitől. Kedden nyugat-észak-nyugat felől csökken a felhőzet, egyre több helyen fordul naposra időjárásunk, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, éjszaka csillagfényes időben lesz részünk, helyenként ködfoltok képződhetnek. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!